A Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye szerint már 300 ezer vállalkozó szolgáltat online számlaadatot a hivatalnak, az adóhatóság online számlázóját pedig már 25 ezeren használják, amelyhez telefonos applikációt is fejlesztettek. Legkésőbb július 1-jéig mindenkinek, aki számlát állít ki, regisztrálnia kell a NAV adatszolgáltató oldalán. 2020. július 1-től a belföldi adószámmal rendelkezők számára kiállított valamennyi számlaadattartalmát be kell küldeni a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. Itt az áfa tartalomtól függetlenül kell ezt megtenniük. Az egyéni vállalkozóknak, a katás vállalkozóknak, az adószámmal rendelkező magánszemélyeknek, egyesületeknek, alapítványoknak, tehát szinte mindenkinek, aki egyébként magyarországi adószámmal rendelkező személy részére számlát állít ki. Nagyon fontos megemlíteni, hogy valóban csak is azok a személyek kerülhetnek ki ez alól a kör alól, akik csak magánszemélyek részére vagy külföldiek számára számláznak kizárólagosan. 2021. január 1-től nekik is kötelező lesz az online számlaadatszolgáltatás, ami azt jelenti, hogy az onlineszámla.nav.gov.hu oldalon kell regisztrálniuk, és a számlaadattartalmát fel kell tölteniük, tette hozzá a szóvivő. Természetesen kitölthető továbbra is a kézi számlatömb, azonban a kézi számlatömböket másnap be kell küldeni. Tehát a kiállított számlát másnap be kell küldeni, hogyha 500 ezer forint áfatartalmú számlát állít ki maga az adózó. Hogyha ennél kisebb az áfatartalom, akkor 4 napon belül meg kell tenni ezt az adatszolgáltatást. Természetesen egy bizonyos időszak rendelkezésre az adózók részére, amíg ez az átállás megtörténhet, azonban a regisztrációnak július 1-jével már meg kell történnie. Nagyon fontos, hogy tájékozódjanak, hogy biztosak lehessenek benne, hogy csak esetlegesen magánszemély részére, vagy csak esetlegesen külföldiek részére állítanak ki számlát, és esetleg nincs szükségük a regisztrációra. Azonban, ha van, akkor július 1-jével ennek meg kell történnie. A NAV az adózók rendelkezésére bocsát egy online számlázó rendszert is, amellyel az adatszolgáltatást könnyítik meg. Ehhez egy applikációt is fejlesztettek, amellyel mobilon keresztül is kiállítható a számla, és megtehető a kötelező adatszolgáltatás, közölte Magyar Norbert, aki hozzátette, a 1819-es számon vagy az ügyfélszolgálaton is kaphatnak segítséget az adózók a regisztrációhoz, valamint a kötelező adatszolgáltatás beállításához is.